Köszöntöm nézőinket! Önök az év első Székely magazinját látják. 2023-ban sok érdekes emberrel készítettünk riportot. Ezekből a beszélgetésekből adunk most egy válogatást. Tartsanak velünk! Szeptember 3-án töltötte be 101. életévét Pap Lajosné, Faluközi Anna. Bonyhád Majoson él, és a mai napig tevékeny, szívesen süt, és a háztartást is rendben tartja. Családja, az emberek szeretete, erős hite, és imái egyaránt segítették hosszú élete során. Anna néni legalábbis ezt vallja. 101. életévét töltötte be szeptemberben Pap Lajosné Anna néni. A mai napig süt, főz, a család táplálása, a szeretteiről való gondoskodás magától értetődő feladat számára. Minket is forgácsfánkkal várt, de már a konyhaasztalon pihentek a hajnalban megsütött mézeslapok is. Ahogy a család nőtt, én mindig tudtam, hogy mindig többet kell főzni, sütni. A kisebbik fiam nekem mindig takarított szombaton, vagy pénteken, hogy én tudjak sütni. És vasárnapra, olyan vasárnap nem volt, hogy ne legyen rút, és mákot termeltünk, így 40 kiló mákot termeltünk. Eladni is jutott, és itt volt, a tészta nem látszott a máktól, nem unatkozott, ne fél. Olyan rudakot a nagy tepsibe megsüttem. Úgy szerették, édes jó Istenem. Úgy örültem, mikor körülültük az asztalt, úgy tudtunk örülni. És mondtam egyszer Lajosnak, hogy no Lajoska, ugye most meg lehetünk elégedve, mikor egy gyermek körül ülte az asztalt. Édes jó Istenem! Majosi otthonának falát családi fotók, régi emlékek, szentképek, feszületek díszítik. S valóban, miközben Anna néni mesél, szavaiból, mosolygós derűjéből kitűnik, hogy egész életében két dolog volt számára fontos, a jó Isten és a család. A gyermekek voltak, s letérgyepelte ide, így, sorba. Jóska fiam az emlegette. Anyám azt mondja, máig nem akart letérgyepelni, azt mondja, pálcacskával, azt mondja, ott a hátulról. Igen, voltam, amelyik nem akart letérgyepelni, de hát utána letérgyepeltek, ötöns, úgy imádkoztak. Én úgy megtanítottam őket, de máma nem az a világban, nem. Sajnos akkor átfordult az én fiatal korom óta, mint az ég s a föld. Akkor átfordult a világ. Igen. Bukovinában született, 9 voltak testvérek. A gyermek Anna ugyan apró termetű kislány, de 10 évesen már kapálni, gyomlálni jár, kerti munkákat végez. Mégsem csak a fáradtságos munkára emlékszik vissza ebből az időből, hanem arra is, amikor édesanyja a mezőn szedett csiperkegombából, vagy ahogyan ő mondja, csipirkából készített ételt. Bukovina azért volt szép, már ott olyan, hogy mondjam, olyan más levegő volt, más. Vagy talán lehet azért, hogy én megöregedtem, hogy ott hegyek voltak, sok hegy körbe, erdők, fák, nagyok. Volt Pelesén, a testvéremmel mentünk oda csipirkát szedni, és akkor az szedtünk ilyen zacskóval, és akkor hazavittük, és anyám jól megcsinál, megpucoltam, megmostam, mit tudom én, rendesen megcsinálta ételnek, s tojást elüttes, ezért jól felvertes rea, és egy jó nagy málét melléjes, úgy laktunk nefé, hogy a hasunk félreállott. Amikor kitört a háború, a család a Bácskába került. A magyar kormány hozott minket, nem menekültünk onnan, minden, a szövőszéktől kezdve mindent elhoztunk, a világon mindent. Vagonokat adtak,
két családnak, kinek mennyie volt, mindenféle befért. Itt ülték meg a lakodalmat is Lajossal, aki először még Anna testvérének, Rózsinak udvarolt. Nagyon szerette Lajos is, Lajos az uram, és nagyon szerette, és akkor Istenem, és mégis meg kellett halljon. És tudod, mit mondott nekem a halálos ágyán? Azt, hogy Anna, ha az a legény Lajos akar Hezdád járni, mert nem mondtuk, az udvarlás nem ismertük, hogy mi az. Azt mondja, Hezdád járni akarna, akkor te fogadd el, mert az erős jó legény. Olyan szépen vezetgette minden, de tudta, hogy beteg. De hát már jól volt, de fiam, bácskában nem volt még az a tudomány, hogy a tüdőgyulladást helyrehozzák, hanem fejlődött neki. És bácskában 42-ben meghalt Lajos Jöcs. Beszélgettünk, örökké beszélgettünk, és akkor én nem mondtam meg neki, hogy mit mondott Rózsi, hogy fogadja meg valami. És akkor úgy összejöttünk szépen, úgy sétálva minden. Egyszer ketten sétálunk, senki nem volt sehol, és akkor ezt egyeztünk ketten. Ott a járdán sétáltunk, és egyeztünk, ezt egyeztünk. Menjünk, iratkozzunk be a papnál. Beiratkoztunk, és akkor hazamentünk anyám, és mondjuk anya, beiratkoztunk. Jövő vasárnap kihirdetnek, és után, de katona volt közben, a katona volt. És akkor jaj, Istenem, mit csináltatok? Tudjátok ti, hogy mit csináltok? Hát azt mondja Lajos is, hát én is mondtam, hát nem tudjuk, de majd meg tudjuk. És akkor na jó, kihirdettek, megesküdtünk, jó nagy lagzi, akkor nem volt szabad, szombaton nem esküdtek, szombaton csak vasárnap. Vasárnap megesküdtünk, édesfiam, és hétfőn reggel elvitték ki a frontra, ez volt 43. október 24-25-én elvitték, hozzájött 45. szeptember 8-án. Négy fiúkat és egy lányukat házasították ki, akik 14 unokával, 20 dédunokával és 2 ükunokával ajándékozták meg a családot. Pedig 20 éves korában házassága elején még úgy tűnt, talán nem is lehet gyermekük. Annát 1946-ban operálták meg. A falu orvosa, s a felesége az operált meg engem. Utolsókán ettől kezdve minden, gyóntottam minden, el voltam készítve, felütöztettem magam ingbe, slájbiba, és akkor al volt csak szoknya, hogy nem kell rakott szoknya, vagy valami. És hogyha meghalok, akkor így temessenek el, ne kössenek kendőt, se semmit, mert olyan szép hosszú fekete hajam volt. 1947-ben adott életet első gyermekének. A keresztelőn voltak vagy 20-an. Már ugye látod, hogy nem lesz több gyermek, és akkor legyen jó sok kománk. És akkor ott volt az orvos, ott volt a pap, papnak az anyja, az orvos felesége, ezek mind ott voltak, és akkor a székelyek. Erdélyből is voltak sokan, 56-ban volt az utolsó, aki megszületett, ő az, és akkor mondom, 9 év alatt 4 fiam, egy leányom, valahogy megakadt egy leánka.
mondtam a közön. De jó, de hogy örültünk, édes jó Istenem, hogy tudtunk örülni. Olyan szép életem volt. Én azt hiszem, hogyha nem lett volna ilyen jó emberem, hát nem értem volna ilyen sokáig. De most 18 éve fiam elmúlott, hogy elment. És egyedül vagyok itt hátul. Egyedül. Egyedül. De bár sose nem panaszkodok, ritkán panaszkodok. Mikor már nem bírok valamit, fájdalmat vagy valamit, akkor kezdek panaszkodni. És tudod, fiam, mi a legfontosabb a világon? A szeretet és az egészség. Hogy szeressék. Van, még olyan család is van, aki talán nem is tudom. Nem is tudom. Úgy szét vannak húzva minden. De én hál' Istennek, nekem azt mondták, a svábok mondták itt a faluba, hogy ilyen család nincs, mint a pap család. Mert Anna néni úgy összetartja őket, hogy mondtam is, mindig mondtam nekik, hogy szeressétek egymás fiam, úgy, mint a testvérek, mert szeressétek, mert egy apátok, egy anyátok van. Beültettem kis kertemet a tavasszal, rózsaszeg füliléjom és rezedával. Kis nyíltak egyenként, el szeretném adni minden most mindjárt. Én megveszem virágodat, ha eladod, ha az árát te magad és nem sok hallod. Versenyfutás az árát, utca nézünk utána, de most mindjárt. ’23-ban hungarikummá vált a székelykapu. Ennek apropóján látogattunk el Hidasra, Ömböli Zoltán székelykapu készítőhöz, aki sok érdekességet árult el nekünk a mesterségéről. Bukovinai székely felmenőkkel rendelkezem természetesen. Anyám, apám Andrásfalván születtek. Köztudott mindenki számára, hogy 41-ben, majd 45-ben települtek ide Völcségbe. És az a ritka csoport, hogy a bukovinai 20-25 ezer mindenki katolikus, kivétel Andrásfalván értek reformátusok. Hát én is református szülők gyermeke vagyok. És de kivétel nélkül Hidasra telepedtek mindnyájan. És nagyszüleimnek és szüleimnek is fontos volt mindig a hit, a vallás, a hagyományaink, a szokásaink megtartása, ápolása, vagy nem ápolása, hanem továbbadása, éltetése, sőt, benne éltek nagyon sokáig. Talán abból kifolyólag szinte gyermekkoromtól magamévá tettem, vagy magamba szívtam ezt a dolgot én is. Már tizenévesen harmonikáztam a Hidas első néptánc egyesületnek, majd táncba részt vettem. Ott a zenével kísértem, az édesanyám alakítottak a nevezett pávakört, vagy székelykört, abban énekelt, és ez óhatatlanul jött magától. Asztalos mesterséget választottam, a fa szeretete, a fa való kötődésem talán onnan alapul, vagy talán a székely őseimre vezethető vissza. És mint említettem, a táncra részt vettem, egyesületet alakítottunk Hidason. Jelenleg is működik Hidas Néptánc Egyesület.
Sidas Néptánc és Hagyományőrző Egyesülettel kibővítettük. Na, sok éven keresztül vezetője voltam, elnöke, művészeti vezetője, aktív résztvevője. Természetesen a Hidasi Református Egyházközségnek is mondhatom osztopos tagja, 32 évig presbiter, 12 évig gondnok. Sikerült egy gyönyörű, szép új templomot építenünk, tehát óhatatlanul is ebbe és így éltem a mindennapjaimat. Mint mondtam, a fafaragás szerintem már gyermekkoromban benne lehetett, vagy bennem élt, mert játékaim közül is kis fatraktort készítettem, meg fajátékokat. Nagyapám igazi ügyes székely ezermester lévén fagerebjét készített, favillát, botot magának, kamposbotot főzte, és már akkor benne voltam ebbe a dologba. Mint említettem, az asztalos mesterséget is kitanultam, de mindig a tömör fa állt valahogy közelebb hozzám. És érdekes módon visszakaptuk egy bácskai harangot, amelyet a Hidasi Református templom udvarán állítottuk föl, és annak készítettem egy haranglábat. Ennek talán 25 éve is van, vagy 30 is talán, és igazából az indított el ezen az úton. És nagy szerencsémnek tartom, összetalálkoztam egy kézdivásárhelyi, kézdimartonosi, nagyon-nagyon ügyes, szorgalmas, fafaragó mesteremberrel, kivel nagyon jó barátságban vagyok, azóta is a kapcsolatot tartunk, és ismerettségem óta tudatosan, kizárólag székelyes mintával, hagyományokkal készítem a székelykaput, síremléket, kopjafát, vagy akár faragott támlás széket is. Hát a motivumok, ez olyan dolog, hogy ma már irodalomba föllelhető, különféle irodalmakba, nagyon sokféle, sokfajta, sokan foglalkoznak ezzel most, többféleképpen próbálnak egy-egy dolgot elmagyarázni, de én igyekszem maradni az ősi eredeti motivumoknál, formáknál, és amint említettem, ez a barátom, ő meg ilyen, hogy valóban hagyományőrző. Nagyon jó kapcsolata volt az Alsó Csernátonban Haszman fivérekkel, akiket én is személyesen ismerek, többször voltam őnáluk is, és igyekszem ezek alapján készíteni a munkáimat. Nem akarom ezt a csúnya kifejezést mondani, hogy talán reneszánszát éli, de valahogy a székelykapu, mint annak idején is több egy egyszerű tárgynál, egy bejárati kapunál, szinte lelke van, él, sokan írtak erről nagyon szép hangzatos dolgokat, de jelenleg a magyarságunknak, székelységünknek, összetartozásunknak egy szimbóluma, jelképe, én ezt úgy látom. És sokan ezt fölismerve, és sokan bemerik vállalni, bevállalják ezt. És egyre többen vannak, akik magánszemélyek készítetnek bejárati kaput, vagy díszkaput, vagy akár emléket. Jelenleg is, amit készítek, egy székely, egy kör rendeltem, egy közterületen, köztéren lesz fölállítva. Régebb szimbolizálta az anyagi helyzetét is annak, aki ilyet készített, vagy készítetett, ugyanis hadd térjek ki, itt megkülönböztetünk többfajta csoportba sorolható. Van az úgynevezett kiskapu, vagy gyalogkapu, amely a 1 méter 90 centi belsejű kis kapu, annak a tetején van csak egy kis dúcos tetőrajt, majd a nyílószárnyak és a faragott oszlop, ezt nevezik gyalog vagy kiskapunak, és van az a bizonyos nagy kapu, vagy kötött kapu, amely a teljes bejárati szélességét lefedi. Na most ilyen nagy kaput annak idején bizony csak a módos emberek engedhettek meg maguknak, és az elmondások, a leírások szerint nem is nagyon készíthetett olyan, ha összesporolta volna is rá a pénzét, aki mögött nem volt megfelelő anyagi bázis, vagy egy komoly anyagi egzisztencia. Visszatérve a mai dolgokra, hasonlítani akarom a kovácsoltvas utánzathoz, vagy téglából készített bevakult azokhoz képest egyáltalán nem drága. Én személyesen is láttam 1700 évek végén készült kaput, amelyet igazából semmivel nem ápoltak, elmosódtak rajta faragások, az illesztések összeszáradtak. A lényege, hogy a kapu váza, a kapu szerkezet kemény fából, jó minőségű tölgyfából készül mindig. És maga a galamdúc, meg a zsindelyezés, az fenyőfából készül mindig, pattintott, hasított zsindellyel befedve.
az a fenyő az tönkre megy előbb természetesen, azt szokták talán cserélni 20-50 évenként talán, de most már olyan jó minőségű fakezelő anyagok vannak, mint minden fából készült szabadtéri tárgyat, ezt is megfelelően le van alapozva, lekezelve, szinte örökké tart. Mondtam, 100 év garanciát vállalok a kapuinak. Hát a nagyon-nagyon régi kapuk igazából kezdetlegesek voltak, szinte rozetták voltak benne, ékvésőbe belevitt kis virág vagy madár motivumok, minták, ez a későbbiekben kialakult díszesebbekké, és ez Erdélybe táj jellegekként változik. Vannak a csíki környékiek, van a korondi, gyakorlatilag az életfát jelképezi szinte mindegyik kapu. Gyakorlatilag van ugye a kapu láb, már a lábnak említjük, van az úgynevezett sapkafa, meg vannak a hónajkötések, és legalul van az úgynevezett szelleműző, ami díszesen faragva. Na most ez táj jellegenként változott, az ilyen nagy kapura, kötött kapura általában egysoros életfás mintát faragtak, kivétel ugye Máré falva környéke, és ott a faragási típus minta is más, hogy kizárólag a kétsoros életfa mintát használtak, vassablonnal beütötték, majd az alját kiszedték, és festették. Festették zöldre, fehér, különböző motivumokra. A nagy kötött kapunál, ugye a kiskapu fölötti bejárati résznél van az úgynevezett kaputükör, az a legdíszesebben faragott része a székely kapunak. Voltak vidékek, Kézdiszék környékén például, ahol lukas áttört motivumok voltak benne, tehát teljesen át volt lukasztva. Ott elsősorban az anyagi helyzetre utalt, az ökrök számát jelképezve, 2, 4 vagy 6 ökrös gazda lakott benne, amit meg lehetett különböztetni helyszínen. Meg vannak olyanok, ahol a kapu tükörbe, vagy akár a kapu lábba a megrendelőnek a foglalkozását, mesterségére utaló jeleket faragnak benne. Ökröt, lovat, szántóekét, fazekasnál például vázából indul az életfa. Mindig elhatároztam, hogy na most fölírom, följegyzem, mennyi munkaórát töltök rá. Olvastam, aki mondta, 300 óra, köbb, kevesebb, mennyire lehet gépesíteni. Én jó magam a rönköt vásárolom erdészetnél, jó minőségű tölgyfát, tölgyrönköt, szalaggatterral kifűrészere, úgymond kigatterozom, évekig tárolom, szárítom, majd műhelybe gyalugéppel legyalulom, és megmutatom önöknek, kézzel összecsapolom, a rajzolás, faragás, az teljesen kézi munka minden, és maradok az eredeti kézi faragásnál. Sok-sok idő. Hát. Itt éppen egy nagy kaput, vagy úgymond egy kötött kaput látunk, amely össze van rakva, össze van ácsolva. Azért mondják ácsolás, mert különböző fák, ezek úgy vannak vésve, összecsapolva, átmenő csapok vannak, faszeggel belefogatva, ugye pontosan illesztve. Na most úgy készül a kapu, hogy a kifűrészelt fát legyaluljuk, összecsapoljuk méretre vágva, így összerakom, faszögekkel összeszegeljük. Ezek ugye a kapu lábak, vagy kapu zábénak is nevezik, a hónajkötések, ez a sapkafa, alul pedig az a kis faragott, az lesz a úgynevezett szelleműző. Akkor így ki van rakva, akkor jön a rajzolás. Ez egy kézdiszék környéki egysoros életfás minta, meg különböző virágminták láthatók rajta, tulipán, szegfű, a tulipán az a női, a szegfű a férfi motivumot jelképezi. Leírások, elmondások szerint ezek a kis ívek vagy bütykök, ez 7 darab található minden nagykapun, ez a 7 vezér szimbolizálja. Erre a részre készül majd a kaputükör, amely a legdíszesebb része gyakorlatilag a kapunak. Hát ide a megrendelő kérése szerint
vagy a mesterségre utaló jelek kerülnek bele, vagy tájjellegenként dúsan faragott virágminták, motívumok, de mostanában mióta, hogy így mondja, magyarságunk jelképé vagy összetartozásunk szimbólivájá is vált ez a kapu, sok alkalommal címert készítek bele. Még ami nagyon fontos, hogy a nagy kapuna, ugye a honai kötéseknél két-három szög föllelhető, ide rendszerint tömör deszkából készülve a hold és a nap szimbólum mindegy kapuba bele van faragva. Ez szinte a székelységnek, magyarságunknak egy ősi szimbóluma. Székely származású szerzetes nővér a vezetője, az Assisi Szent Ferenc betegápoló nővérei rend kozármislenyi rendházának. Borbát Éva Krisztina Kézdivásárhelyen született, és egy szerzetes nővér indítására indult el ezen az úton. A nővéreknek a gyulafehérvári egyházmegyében Árkoson is van egy rendházuk, ott 2000 óta végeznek szolgálatot hárman egy kismama otthonban. A közelmúltban Krisztina nővérhez látogattunk. Én Erdélybe születtem Kézdivásárhelyen, és az én szülőfalomból is sok évvel korábban egy szerzetes nővér hivatás született. Ő az én rendtársam, a Tarzicia nővér, és ő rajta keresztül ismertem meg ezt a rendet, és akkor így jöttem a Szent Ferenc betegápoló nővérei közösségébe. És akkor elkezdődött a szerzetes életemnek az első éve, amikor még az új tagnak nincs szerzetesi ruhája, hanem együtt él a nővérekkel, bekapcsolódik az imaórákba, és figyeli a karizma küldetés megélését, akár már be is kapcsolódhat abban, és kezdi tanulni a szerzetes élet alap elemeit. Tehát ezt jelölt időnek nevezzük, ez lehet egy év, két év, ez változó, hogy kinek mennyi időre van szüksége, és ez az időszak után következik a noviciátus, az újonc idő magyar szóval, amikor hát az új tag megkapja a szerzetesi ruhát, és van egy olyan megkülönböztető jel, hogy az ő fején fehér fátyol van. Ez azt jelenti, hogy már van szerzetesi neve, van szerzetes ruhája, viszont ebben az évben, amikor valaki novicia, akkor hát teljes csendben tanulmányozza a Szentírást. Van egy nővér, a novícia mesternő, aki tart neki a szerzetes életről órákat, elmélyíti a ferences lelkiséget, Szent Ferenc írásait megismeri, továbbá hát a hármas fogadalmat, amire majd szeretne fogadalmat tenni, és akkor elköteleződik. Ez a noviciátus két évet tartott az én életemben is, és utána pedig következett, hogy szintén, tehát hogy a jelentkező, vagyis a novícia írásban kérje azt a kérelmet, kifejezi a vágyát, hogy szeretne fogadalmat tenni. És akkor megtörténik az első fogadalomtétel, majd utána akkor évente megújítjuk a letett fogadalmakat. A fogadalomtétel után pedig akkor már elkezdjük a küldetést gyakorolni, tehát mi betegápoló nővérek vagyunk, és akkor én is egy fogyatékos lakotthonba kezdtem el dolgozni fogadalomtétel után. Hát a Dorothea otthon lakói nagyon, nagyon örülnek, hogy ott vannak a szerzetes nővérek. Nagyon sokan azért jelentkeznek ebbe az idősek otthonába azzal a tudással, hogy itt szerzetes nővérek is fognak velük foglalkozni, találkoznak nővérekkel, és többnyire azért is szeretnének ide beköltözni, mert hogy tudják, hogy itt lehetőségük van a hitük gyakorlására. A Dorothea otthonnal való kapcsolatunk most a legfontosabb számunkra, hogy az emberekkel, az idős emberek lelkével és mindennapjaiban, tehát hogy megkönnyíteni a magányosságot, azt, hogy most elvesztették a saját életterüket, tehát hogy aki a saját lakásából jött, tehát hogy értelmesen legyenek a szabad óráig kitöltve, amikor éppen nem étkezéssel vagy pihenéssel vannak elfoglalva,
akkor az én növértársaim úgymond, vagy foglalkoztatással, vagy imaóratartással foglalkozik velük. A teljes közösségünk létszáma 8 fő, itt a Kozár-Michelini rendházban 4-en élünk növérek, és Erdélyben, a Gyulafehérvári Főegyház megyében van egy másik rendházunk, és ott 3 nevér él együtt, illetve van egy idős nevérünk, aki idősek otthonában éli az életét. Sokszor van, és sokszor volt honvágyam, de most már nagyon sok éve itt élek, és teljesen otthon érzem magam itt Kozár-Michelinben is, meg a rendházban is. De nagyon jó érzés, amikor elutazok Erdélybe is, és hát ott hallom az ottani akcentust, találkozok a szeretteimmel, régi barátokkal, tehát mindig feltölt, amikor elmehetek Erdélybe. Hát a mi közösségünkben megvan egy egységes szabály, hogy évente szabadságra is mehetünk, és akkor az keretében, tehát mindannyiunknak lehetősége van akár 2-3 meglátogatni a családtagokat, illetve nem csak mi látogathatjuk meg, hanem ők is eljöhetnek hozzánk, és vannak vendégszobáink, ahol akár szüleinket, testvéreinket tudjuk fogadni, és akkor együtt tudunk időt tölteni. Sebessén Gáspár Kakasdon született, ma már Dunaszentgyörgyön él. Mindennapja egy gyermekkorától kezdve meghatározták a székely közösség hagyományai. Nyugdíjas évei elején ragadott ecsetet és kezdte megfesteni emlékeiből ezeket a hagyományokat. Történetei hallgatását nem lehet abba hagyni. A vele készült beszélgetésből következik most egy részlet. Szüleim bukovinai székely származásúak, András falván éltek annak idején Bukovinában. Ő szobrászművész szeretett volna lenni. Hát csak az a viharos bukovinai időszak, meg a menekülés, ez nem tette neki lehetővé, hogy ő szobrászművész lehessen, viszont gyönyörűen szépen faragott. Nagyon sok szép faragása volt, nagyon aprólékosan, precízen dolgozott, és mellette édesanyám meg nagyon szépen szőtt. Édesapám által készített osztobáta, ez a szövőszék, azon készítette a dolgait. Ön már itt született Magyarországon, Szekszárdon. És aztán hol nőtt fel? Kakasdon nőttem fel. Sok Sebestyén van Kakasdon. Igen. Köztük Sebestyén István is, ugye, aki Sebestyén a híres István mesemondó. Unoka öcsém, ő anyai ágon unokatestvérem, de nálunk mindenki Sebestyén volt, és nem voltak rokonok egymással. Tehát, hogyha valaki bekopogtat a Kakasdon, a faluban, egy házba, és egy Sebestyént keres, akkor biztos, hogy fog találni. Biztos talál, igen, úgyhogy nagyon sok Sebestyén van. A Pistával is szintén együtt nőttünk fel, nagyon sokat voltunk együtt gyermek és ifjúkorunkban. Hát ő aztán később fejlesztette magát, és odáig jutott, hogy népművészet mestere. A gyerekkorukat mennyire határozták meg a székely hagyományok, ez a kultúrkör, ahonnan származnak? Nagyon meghatározták. Annyira benne éltünk, hogy teljesen a zsigereinkben benne volt a szüleink, nagyszüleink, minden rezdülésünket magunkévá tettük, tudtuk, hogy ez a miénk, és úgy értünk, hogy a szüleink, hát nem kellett, hogy diktálják nekünk, mert mi követtük őket ízig-vérig, és én is nagyon szerettem ott Kakasdon ebbe a székely közösségbe élni, és nagyon beleéltem magam ebbe a székely dolgokba. Milyen volt ez a közösség egyébként? Miket, hogyha így vannak emlékei, milyen dolgokat csináltak gyerekként? Mi volt az, ami mondjuk a legmeghatározóbb élménye? Hát gyermekkorunkban minden évnek mi olyan egyszerű játékaink voltak, minden évnek, évszaknak megvolt a maga játéka. Volt az úgynevezett guzsajas, meg volt a terebuza fosztás, a terebuza, a kukorica az ősszel, hogy egybe leszették, nem szedték le a héját,
hanem úgy letörték, hazavitték, és otthon esti beszélgetés közben a csűrbe, fészérbe, ott fosztották, összejöttek rokonok, barátok, ismerősök, vidám beszélgetés között ott fosztották a kukoricát, természetesen mi is be voltunk odafogva gyerekek. De amikor már este egy kicsit későbbre járt az idő, hűvös volt az az októberi este, és akkor a panusba bújtunk, az a panus a kukorica háncs, és abba bújtunk bele, és úgy fosztottuk a kukoricát, és hallgattuk közben a felnőttek beszélgetését. Voltak szomorú történetek is, hogy édesapám korai halálakor, de mint élmény, ezt elmondom gyorsan, hogy akkor virasztottak az emberek a házak, a halottas háznál, és nálunk is teltház volt, közben mindig volt egy-két vezető ember, aki úgy vezette az imákat, énekeket, felolvasott könyvekből, és azt vettem észre, hogy Mátyás bácsi, Matyicska bácsinak hívtuk, dupla Mátyás vezetékneve, és keresztneve is Mátyás volt. Ő vezette a virasztáskor az egész mindent, és azt vettem észre, hogy egy kézi írású könyvből olvas fel. Hát én is ott voltam, oda settenkedtem mögéje, és néztem, hogy de gyönyörű betűkkel van írva ez a könyv. Olyan szinte rajzolt betűkkel, és ő abból olvasott föl, és abból énekeltek is, meg ő vezette az egész virasztást éjjel. És akkor később én ezt megkérdeztem, hogy kinek a könyve volt ez, és kézírású, hát még ilyet nem láttam. És kié volt? A László Márton bácsi. Tehát ott helyben készült ez? Igen. Úgy hívták, hogy Pintyer Feri Marcika. Én őt már nem ismertem, ő már nem élt, de az eredeti kézi könyvét így megismerhettem, hogy láttam saját szememmel. A festést nyugdíjas koromban kezdtem el igazából, mert addig pihentek az ecsetek. Hogyan választ témát a képeihez? Hát úgy, hogy jönnek a gondolatok. Emlékek? De most igen. Mert régen házakhoz jártak például a csobánolás, a betlehemezés, székelyek csobánolásnak mondták. Házakhoz jártak, 65-ben volt az első kakasdon, amit fölvettek, gyerekek voltunk, és a kápolnától, a Szent Anna kápolnától indult a menet. Jó, de nagyon érdekes volt, úgy most is előttem van, hogy gyerekekként úgy futottunk ott előttük, ráadásul voltak ezek a csobánok, a hamubotos, az a mókás csobán, ott mindig csépelte a hamubotjával a gyerekeket, és ez nagy élmény volt. Pap és néptáncos Barta Zsolt, aparhant plébánosa, lelkipásztori feladatai mellett a közösség életében is tevékenyen részt vesz. Zsolt atya a Hőgyészi Székelykör Bokréta néptánc csoportjának tagjaként a hagyományok és népi értékek megőrzésén is fáradozik, és ha teheti, nem csak a próbákon, de a táncházakon is szívesen részt vesz. Aparhanton és a környező településeken a Pécsi Egyházmegye plébánosaként teljesít szolgálatot Barta Zsolt. Papként nem csak lelki útmutatást ad, de a népi hagyományok ápolásában is példát mutat közössége szűkebb pátriárkája számára. Nagyszülei aktív hitéletet éltek, és ez a vallásos légkör, valamint szülei-nagyszülei kapcsolata a néptánccal már gyermekkorában megérintette Zsolt atyát. Nagyon sokat köszönhetek szüleimnek, nagyszüleimnek, hisz a hitvilágába ő vezettek be. Az ősök anyai ágon székelyek, apai ágon fölvidékiek, és mind a két világban jelen volt a hit világa, amit magamba tudtam szívni.
Aparhanton laknak az anyai ág nagyszüleim, ahol most plébános is vagyok. És ott volt egy példaképem, 90-es évek elején már meghalt Sebestyén András atya. Az ő hitvilága, az ő egyházhoz való hozzáállása, emberekhez való viszonya is nagyban segített abban, hogy most, mint plébános beszélgetünk. Az ember ember kell maradjon. Tehát függetlenül attól, hogy mit vállal, milyen hivatást vállal, vagy milyen tisztséget vállal, tehát az emberségét kell belevigye, beleemelje. És akkor úgy gondolom, hogy meg tudjuk találni azt a közös pontot, ami ebben segít. Barta Zsoltot 2007-ben szentelték pappá, Szakcson majd hosszú hetényben teljesített szolgálatot. Amellett, hogy lelkipásztorként legfőbb feladata, hivatása, a szentségek kiszolgáltatása és a lelki útmutatás, mégis mindig igyekszik saját maga és közössége számára is élhető, megélhető hétköznapokat kialakítani. Arról is kérdeztem, vajon közösségi ember napjainkban egy pap? Az is kell legyen, imádságnak az embere is kell legyen, az egyházhoz tartozónak is kell vallja magát, hisz őt képviseli. Szóval elég színes világ, igen. Először meg kell szokják a papot, emberségében, temperamentumában, hozzáállásában, de úgy gondolom, hogy az emberek hajlandók erre. Székely gyökereit, az erdélyi kultúra kincseit gyerekkorában ismerte meg. Édesanyám és apai ágon nagymamám ő táncolt. Mivel, hogy ugye kisgyerek voltam, ezért meg kellett oldani az őrzésvédést, ezért elvittek magukkal tánc próbákra, és ott az a világ nagyon tetszett. Még az is öröm volt, ugye, hogy abban a korban, abban az időben fel tudtam építeni, illetve tudott adni magának egy táncsoport táncost is és zenést is, úgyhogy mindig zenekarra próbáltak, és ez engem elvarázsolt. Zsolt atya jelenleg is a Hőgyészi Székelykör Bokréta néptánc csoportjának tagja, és igyekszik hivatását és szabadidejét összehangolni. Elsősorban a feladataimat teljesítenem kell, tehát azt nem tologathatom, meg nem hagyhatom el. Az az első is, ahogy ez alakul, úgy alakul a táncos világ is. Amikor van időm, csak akkor tudok elmenni próbálni. Most is lennének fölépések, de nem tudom vállalni, mivel ugye a hivatás az köt, és az az első, de amikor tehetem, akkor jelen vagyok a közösségben, csapatban. Természetesen arra is kíváncsi voltam, vajon hogyan fogadta a néptánc csoport az egyház emberét. Akkor volt a nehézség szerintem a tánccsoport tagjai között, amikor ugye jön egy új táncos, és akkor azért bemutatják, tehát én nem tagadtam le azt, hogy pap vagyok. Tehát ezzel kellett a csoport valahogy küzdjön, de nem okozott szerintem olyan nagy küzdelmet nekik. Barta Zsolt 2018-ban táncos párjával, Csöglei Gabriellával Sebestyén Bada Ferenc díjat kapott, 2019-ben pedig Miklós Klementina párjaként Fülöp Ferenc díjjal ismerték el hagyományhű, hiteles előadásmódját. A hagyományunkat megpróbáljuk fönntartani, életben tartani, és egyrészt át is adni, és ehhez adódott ilyen alkalom, hogy megmutassuk magunkat. Tehát vannak csoportos díjaink is, van szóló táncbeli díjak is, de én úgy vettem, én mindig a Hőgyészi Székely Bokréta Néptánc csoport színeiben mozgok, tehát nem magam kettelése szerint, hanem én tartozok valahová, őket nagyon szeretem, sokat is köszönhetek nekik, és az ő színeikbe történt a megmérettetés. Kérdésemre azt is elmondta, igenis egy pap is táncolhat, sőt, szívesen részt vesz a próbákon kívül rendezett, csupán a tánc a közösségi együttlét öröméért szervezett táncházakon is. És hogy a néptánc és mindaz az öröm és felszabadultság, amelyet eközben megél, mennyire szívéből jön, azt hiszem, a felvételt nézve nem is kérdéses. Thank you.
Bukovinában született, volt Belgiumban bányász, Németországban postás, jelenleg Baján él és fest. Lőrincz Gergely 91 éves, és az alkotókedve töretlen. Jött egy öregasszony, hogy az urát nem tudnám, a székely öregasszony volt, az urát nem tudnám lefesteni, mert lerajzolni, mert csak egy rossz kép van róla, és a gyerekeknek úgy kéne, olyan jó ember volt. Hát mondom, hozzá el már innen, megnézzük. Hát elhozta, azon az embernek se a szeme nem látszott, se a haja hol kezdődik. És hát mondtam, jó Mári néni, én rajzolok szemetnek, de hát nem biztos. Mikor eljött, hát nem, azt mondja, nem el volt. Hát mondom, ide figyelj, van neki egy testvér, aki hasonlított rá. Igen, van Durántúl. Nem, akkor hozol arról egy képet. És akkor, amit láttam a képről, rajzoltam, és még hozzá láttam a típusát, egy olyan szemei, meg olyan serte haj, elég rövid homlok. Megcsináltam, hát akkor az öreg asszony sírni kezdett, pedig azt mondja, hogy már Amerikába is elküldtük, hogy ott se tudták megcsinálni. De aztán a legközelebbi alkalommal láttam a fényképésznél, sokszorosítva, hogy a gyerekeknek is jusson. De hát ez volt tulajdonképpen egy olyan nagyon lökés. Előtte is jól rajzoltam. De ez mutassa azt is, hogy nem azok közé tartozok, akik nyugdíjba mentek, na most kéne valamit csinálni. Ja, a gyerekkoromban jól rajzoltam, legyen művész, festőművész belőlünk. Na most mint nyugdíjas, most elkezdek festeni, és leszek nagy művész. Hanem ezek én kiskoromtól fogva, úgyhogy valószínűleg ebbe születtem. A nagyapám, egyik nagyapám, akit Ágostonnak hívtak, az volt ezermester, és az tudott mindent megcsinálni. Valószínűleg tőle örökölte valamit, mert zenész is volt, az egész saját maga csinálta a baját zenélni. Lőrincz Gergely bukovinai székelyként családjával Isten segíts községből menekült a Bácskába, ahol végül Csátalján telepedett le. 1956-ban újra el kellett hagynia otthonát, végül nyugdíjasként tért vissza ismét a térségbe. Mivel hogy háború után nem volt nekem sem papírom, se külön, egy rossz ceruzavég, és bár avval rajzoltam, olyan papírra ez voltak, aztán most is van még ilyen hullám csomagoló papír. De hát arra pont próbáltam, arra festettem először, tehát a bátyáimat, és így úgy csodálkoztam, hogy látnak, úgy meg tudtam csinálni, hogy lát. És hát először portrék. Most is elég jó portrékot tudok csinálni. De mivel, hogy bukovinai székely vagyok, és ez a népcsoport egy nagyon érdekes népcsoport volt, külön itt ott ki hagyja az anyam szokásokkal, stb. Úgyhogy én úgy gondoltam, hogy ennek az népnek az életéből festék életképeket. Itt is, amik ki vannak állítva, itt is vannak olyanok. Például az egyik munkámon azt látni, hogy egy udvari seprű van az ajtóhoz neki támasztva. Például Bukovinában nem zárták az ajtókat. Mikor mindenki elment odahazóról, akkor odaállította az ajtónak, neki támadták az udvar seprűt, és hát annyit jelentett, hogy nincsen ki otthon. Tehát ebből következik az is, hogy nem loptak az emberek, mert hiszen direkt felhívták a figyelmet, hogy nincsen ki se odaállal. Na hát például ebből is csináltam egy életképet, és hát nagy általában a bukovinai életből merített életképeket szeretek leginkább csinálni. A magát egyszerű festőnek való alkotó mindig szerényen mesél munkáiról. Noha sikerei és a folyamatos megkeresések is azt igazolják, valóban tehetséges művészről van szó. Abba hagyni sohasem hagytam abba. Mindig újra. Sőt, voltak olyan idők, hogy
azt mondtam, amikor láttam nagy művészek képét, mit akarsz te, csak a rossz képeket növeled a rossz képek számát, nem kifesték többet, de az érdekes módon, ha látok egy tájat, egy valami érdekeset, mindjárt az volt, milyen festéket kéne vigyíteni, hogy ki jön ez, miből lehetne ezt megcsinálni, hogy lehetne ezt átírni. Szóval nem hagyja az embert, egyszerűen nem hagyja. Egész idáig nem hagyja. Most is elkezdtem egy képet, munkát, képek, nem szívesen mondom, hogy képek, meg azt sem szívesen hallom, hogy festőművész lennék, festővel meg vagyok elégedve, a művész azt lehet hagyni. Mára megköszönöm figyelmüket, tartsanak velünk az év hátralévő részében is. Viszontlátásra!